Hosszú hónapok után tudták napirendre venni a szexárdi közgyűlésen azt a beszámolót, ami az éjjel szexárd megrendelt, az épülő úszoda hiányosságait tárta fel, valamint most került napirendre az a beszámoló is, ami a polgármesteri hivatal és annak intézményeinek átvilágításáról szólt. Ezeket a munkákat az ilyen szexát rendelte meg. Korábban már többször is tárgyalták volna ezeket a képviselők, ám az ész nem készítette el az írásos beszámolókat. Bomba Gábor most is le akarta vetetni ezeket a napi rendi pontokat, ám a többség ezt nem hagyta. Kértem az ügyvédi írótától állásfoglalást, hogy hol tartanak. Az idei évre azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal részéről az adott szolgáltatás rendkívül lassan történik. Bomba Gábor arról is beszélt, hogy az átvilágítást végző Pécsi ügyvédi iroda szerint a polgármesteri hivatal munkatársai nem szolgáltattak időben adatot a munka elvégzéséhez. Valamint azt is mondta, hogy az általuk megbízott ügyvéd szerint értetetlen, hogy a meghívásos pályázatoknál mi alapján választotta ki az önkormányzat, hogy kiket hívnak meg, és hogy miért voltak közöttük olyanok, akik nem helybeliek. Az ilyen szexárd frakcióvezetőjének beszámolójára dr. Gábor Ferenc szexárdi jegyzője reagált. Ő azzal kezdte érthetetlen, hogy egy szexárdról megbízott pécsi ügyvédnek miért tűnik különösnek, hogy nem csak helyi cégek indulhattak a Tolnai megye székely közbeszerzésein. Dr. Gábor Ferenc azt is mondta, szerinte az is különös, miért kifogásolja az ÉSZA meghívásos pályázatok módját, hiszen amikor ők voltak többségben, ők is csak a maguk által előre kiválasztott cégeket hívták meg egy-egy munka elvégzésére. Az is egy kérdés felvet, ugye, hogy egy teljesen önáll, külön, külön ö, gazdasági szereplő, külön ajánlat kérő, mind a művelődési ház, illetve a vagyonkezelő Kft. ugyanúgy lefolytat egy tiszta versenyt, és ugyanaz az ügyvédi iroda nyer, mind itt. Akkor ez, ez mennyire lehet véletlen ön szerint? A közgyűlési többség végül nem fogadta el az éjjel szexált által megrendelt, az uszoda és a polgármesteri hivatal, valamint annak intézményeinek átvilágításáról szóló előterjesztést. A napi rendi pontok között szerepelt a sportközpont átvilágítása is, amit szintén az ilyen rendelt meg. Ezt a témát sem akarta most tárgyalni Bombagábor, ám a közgyűlési többség mégis napirendre vette. Faragó Zsolta a Sportközpont Felügyelőbizottságának elnöke meghívta az átvilágítást végző ügyvédi vezetőjét. Szexuális strand élményfürdő folyamatos és évente ismétlődő meghibásodásokkal kapcsolatban jelezték, hogy problémák vannak energiagazdálkodás ügyben. A közgyűlési többség számára viszont már az sem volt világos, mi alapján választottak ki egy budapesti céget az észtagjai, miközben folyamatosan azt kommunikálják, hogy helyi vállalkozókat akarnak helyzetbe hozni. Az egész kiválasztás először is mi alapján történt? Onnan tudtad, hogy egyetlen létezik az ügyvéd or. Zaják Rita, a polgármesteri tanácsnok azt is kifogásolta, hogy szerinte Malomsoki Krisztián a sportközpont korábbi igazgatója és Faragó Zsolt 2019 óta visszatartott előle dokumentumokat. Mindezt úgy, hogy Zaják Rita abban a korábbi időszakban még Faragó Zsolt a közös frakcióban ült a közgyűlésben. Én képviselőként a 2020. augusztus 19-i előbb felolvasott, mely szerint az uszoda jelenlegi kivitelezőjével átgondolni, és stb. 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 információ birtokába tegnap előtt jutottam. Azt gondolom, hogy ez a hűtlen hanyag kezelés. A sportközpont átvilágítása arra az időszakra terjedt ki, amikor Csillag Balázs irányította azt. Most ő is felszólalt a közdülésen, kezében a távozásakor keletkezett átadás átvételi iratanyaggal, amit Malomsoki Krisztián is aláírt. Malomsoki viszont a vezetése alatt, bár Faragó Zsolt most büntetőjogi kategóriába eső mulasztásokról beszélt, mégsem tett feljelentést. Egy egyhetes procedúra végeredményeként született ez. Mezei László, Kis Szabolcs volt ott az észáltal delegált ö, személyként, illetve Malomsoki Krisztián és ö, a cég jelenlegi könyvelője is ott volt. Ebben az átvételi jegyzőkönyvben konkrétan nevesítve vannak azok a szabályzatok, amiket én átadtam Malomcsoki Krisztiánnak, hatályba lépéssel, mindenféle dátummal együtt. Mezei Lászlóra nézek, gondolom elismeri, itt van rajta az aláírása, hogy így van. Pedig az átvilágítást végző ügyvéd szerint fontos dokumentumok hiányoztak a sportközpont irattárából. Mindezt annak ellenére mondta, hogy még az ilyen szexárd egyik tagja szerint is mintaértéki volt az átadás átvétel folyamata. Köszöntöm Balást a jelenlétünkbe és ezt azért teszem, mert a teljesség és igazság kedvéért el kell mondanom, hogy amikor ő távozott, akkor egy szerintem mintaszerű átadás, átvétel történt. Végül a többség a sportközpont átvilágításáról szóló beszámolót sem fogadt el. A képviselők egy harmadik ellenőrzést is tárgyaltak, az a Babics Mihály kulturális központ működéséről szólt. Annak kapcsán egy hangulag az a döntés született, hogy mivel egyelőre kevés idejük volt az ügyvédeknek a munkát elvégezni, így az ellenőrzés ott folytatódhat.